A legyen más a szenvedélyed roadshow az 5-ös számú általános iskolába érkezett csütörtökön. A diákok zenés táncos produkciókat adtak elő. A színpadon volt néptánc, aerobik, modern tánc és a tanulók hangszereken is játszottak, valamint énekeltek. Számos alternatívát mutattak meg abból, hogy a kábítószereken kívül mi válhat a fiatalok szenvedélyévé. A programról Fogarasi Gabriella projektmenedzser beszélt. Véleménye szerint azt kell elérni, hogy a fiatalok találjanak maguknak olyan hobbit, ami lefoglalja őket. Erre épül projektjük, a Legyen más a szenvedélyed elnevezésű program is. Az az álláspontjuk, hogy a szenvedély adta örömforrása nem csak valamilyen káros függőség lehet. A mozgás, a zene, a művészeti alkotó tevékenység, vagy a tudomány is válhat szenvedélyé. Mi azt gondoljuk, hogy szenvedély nélkül élni nem érdemes. Legyen valamilyen szenvedélyetek, de az legyen valamilyen pozitív szenvedély. Arra fókuszálunk, arra gondolunk, azt mondjuk nektek, hogy a szabadidőtöket valamilyen nagyon jó dologgal, hasznos tevékenységgel töltsétek el. Táncoljatok, zenéljetek, sportoljatok, rajzoljatok. Horváth Riárd polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, hogy a városvezetés a rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve igyekszik kiszorítani a drogokat 60-ból. Ne is próbáljátok ki őket. Nem kell hozzájuk nyúlni, nem kellene drogok, hiszen van számos más olyan dolog az életben, amelyben megtalálhatjátok a boldogságot, és megtalálhatjátok a céljaitokat. Én azt kívánom mindenkinek, hogy egy egészséges, teljes életet éljen, drogok nélkül, és minden jót kívánok mindenkinek. A diákokat Jagodics István, a 60-i tankerület igazgatója, és Kalcsó Mária, az 5-ös számú általános iskola igazgatója is köszöntötte. A rendezvényen fellépett Leo Osztáró 2.0-ból és az Animal Cannibals. Utóbbi csapat 150 ingyen pacsit osztott ki a délután. Ja, kapott, az már ne menjen vissza helyére! Nem mehet vissza, mert meg fog bukni érvégén, ha visszamegy.